Köszöntöm nézőinket, Önök Székely magazinunkat látják, Gulyás Anita vagyok, mutatom mai adásunk tartalmát, képekben tartsanak velünk. Székely mesékkel ápolták a hagyományokat Bonyhádon. Arany minősítést kapott a fiatal Hőgyészi páros. Hagyománnyá vált a Székely Magyar Futballtorna Dombóváron. Ízes székely szavak hangoztak el a népviseletbe bújt fiataloktól Bonyhádon, ahol a 26. Sebestyén Ádám országos bukovinai székely mesemondó verseny zajlott Fábián Ágostonné emlékére, illetve bukovinai székely népmese illusztrációs rajzversenyt is kiírtak a szervezők az alkalomra, amely során 123 rajzot zsűriztek 4 kategóriában. A bukovinai székelyek országos szövetsége 26. alkalommal hirdette meg azt a versenyét, ahol előkerül a székely ízes beszéd. A Sebestyén Ádám országos bukovinai székely mesemondó versenyt Fábián Ágostonné emlékére rendezték meg. A mesemondó verseny, amelyet összekötöttünk egy rajzpályázattal is, Lőrincze Telnek a gondolata végül is erősített, illetve indította, ami kapcsolódik ahhoz a vonalhoz, ugye, amit a mesemondónál is körülbelül meghatároztunk. Tehát Márika néni volt ugye Kakasdi Dada végül is, de mesélő, aki nagyon sok mesét tudott, 30-ben született, 1930-ban, tehát még Bukovinában, és hát végül is ő nagyon sok olyan értéket hordozott magában, hála Istennek volt szerencsém ismerni, aki tényleg átadta, és így Sebestyén Ádám is tulajdonképpen nagyon sok mesét tőle jegyzetelt föl. Ő hozzá is gondolt, illetve az élettörténeteket is egyfajta mesefiguraként próbálta bemutatni. Úgyhogy, és hát tavaly volt ugye a halálának az évfordulója, és ezért gondoltuk azt, hogy tisztelgünk előtte, és úgymond így hirdettük meg, hogy az ő meséjéből készüljenek föl, hiszen én úgy gondolom, hogy a mese az mindenképpen a nyelvezetet hordozza, tehát azt a székely nyelvezetet, amit már sokszor temettek, illetve mostanában is, ugye. De én úgy gondolom, hogy nem szabad lemondanunk róla, hiszen olyan érték, amelyek a dalainkban is megtalálhatók, és annélkül nem is lehet hitelesen előadni. Úgyhogy mi is törekszünk arra, hogy mindenképpen amennyire lehet természetesen, hiszen itt azért már megszakadt egy jó pár korosztály, akik már úgymond nem használják ezt a nyelvezetet, de hála jó Istennek vannak azért olyan Sebestyén Gáspárok is, ugye, aki többek között ugye, ő is fölgyűjtötte, illetve hitelesen átadja azokat a nyelvi értékeinket, amelyeket végül is megtalált, illetve föllelhető, és hát itt remélem, hogy a táborok kapcsán sikerült is a gyerekekbe egy kicsit elmélyíteni. Azt mondja az asszon az urának, hallja elken, fogjon mi a szekerbe, s figyelne ringemet a szüleimhez, mert már rég nem láttam őket. Én jó szülve, mondta Jakab, csak békesség legyen a háznál. No, Bélyes fogták a két kicsi butaszarvú ökröcskét, felültek, s elindultak Galánfalvára az öregekhez. A mesemondó verseny korosztályonkénti bontásban zajlott. Szinte végig kísérje a legkisebbtől a legidősebbig, és hát a zsűribe tulajdonképpen Kókarózáliát, hála jó Istennek, vállalta, eljön. Ő, mint a zsűri elnöke, Fábián Évi, népdalénekes, ugye, aki megint csak most már nem először vesz részt ezeken a programjainkkal, Nyitrai Marian, ő az első alkalom, hogy ugyanúgy el tudott jönni, illetve vállalta, Sebestyén István is hasonlóan. És akkor vannak Csögreiné, ugye, aki hiszen mindenhova úgy próbáltuk párosítani, hogy csoportonként egy-egy pár legyen. Úgy gondolom, hogy biztatni mindenképpen kell, hiszen mindenki hozza azt az értéket, amelyet a felkészítő tanára, és itt meg szeretném köszönni külön a felkészítő tanárokat, hogy vállalták és segítik évről évre a gyerekeket erre a versenyre. Kókarózália tavaly ünnepelte, nem tudom, hölgyeknél illik-e mondani, de hát mindenképpen ugye 80 éves születésnapját, amelyet szeretnénk most lehetőséget ugye felhasználni arra, hogy őt is köszöntjük, valamint Lőrincz Gergely bácsit, aki 90 éves volt tavaly, és hát itt elmaradt ugye a
köszöntéseit a vírus meg egyebek miatt, úgyhogy most őt is meglepjük, hiszen nem tud róla. Hallod-e, édes feleségem? Süssél csak nekem vagy egy kicsi pánkót? Hát ugyan mi a nyavajából sütnék ennek pánkót, mikor egy szál fa sincs, hogy tüzet gyújtsak az espárba. Még kicsikét fűtőzni se tudunk. No, hadd el, majd én hozok. Na, ugyeslek, a szegény ember fogta a fészit, s eles ment az erdőre. Az elmúlt időszakban kicsit elfeledett rajzpályázatot ismét meghirdették a mesemondó versennyel együtt. 4 korcsoportot hirdettünk meg azért, mert a vizuális kultúrának a fejlődése a kisgyermekkorban az egészen másképp változik. Tehát így az első, másodikosok, a harmadik, negyedikesek, negyedik, ötödikesek és az a fölötti korosztály, tehát 4 korosztály volt az, akit megcéloztunk ezzel a versennyel. Ezzel vigyázva arra, hogy ne versenyeztessünk olyan gyerekeket, akik a fejlődés másik fokán állnak. Viszont mindenhol érvényesüljön a fő célunk, hogy a mese által és a rajzolás által azok a gyerekek is megmozduljanak, akik nem szeretnek táncolni, nem szeretnek színpadra állni, nem szeretnek mesélni, de nem közönség előtt. Szóval nekik is legyen lehetőségük arra, hogy a bukovéni kultúráról való ismereteiket, illetve az ahhoz való közeledésüket tudjuk segíteni. Megvallom őszintén, ez nekem azért is volt fontos, mert én nem énekelek, nem táncolok, viszont a vizuális kultúra, mivel hogy ugye iparművész vagyok, ez nagyon-nagyon fontos számomra, és nagyon fontos számomra a bukovinai kultúra is. Nekem megadott ez a lehetőség, hogy ezen az úton is kiteljesedhessek. Nagyon szeretném, hogyha másoknak is, és a gyerekeknek is meglenne ez a fejlődési útjuk, és ezt kellene segíteni. Valamikor még Höflernék Elemen Emma idejében, még én voltam a zsűri azoknak a rajzversenyeknek, amiket az Emma néni rendezett, és valahogy elfelejtődött az egész dolog, és valamikor az év elején a tanai guzorán annak kérdezte tőlem, hogy és rajzversenyt nem csináltok? Te jó ég, így elfelejteni ezt a csodálatos dolgot, ami végül is annyira fontos nekem. Ezért meghirdettük, felelvenítettük, és 130 gyermek adta be a rajzokat, tehát rendkívül sikeres. Érdemes megnézni a kiállítást, április 20-áig nyitva lesz, előzetes bejelentése itt a Székelyházban megtekinthető. És nagyon érdekes, mert emeletes kiállítás van. A háttérben a falon a Lőrinc Gergely bácsi amatőr festő bukovinai témájú képei láthatók, és előtte gyerekméretű paravánon pedig a gyerekeknek a csodálatos, érdekes, változatos, színes rajzocskái. A megkötés az alkotások tekintetében annyi volt, hogy a bukovinai székely meséket vegyék alapul a rajzeszközöket ragadó gyerekek. A Márika néninek a meséi, az első 3 kötet a Sebestyén Ádámnak a gyűjtéséből, azokból kellett mesélniük, és akkor ezt jelöltük meg mi is, hogy nekem az összes kötetet végigböngészni annak a tanárnak, aki segíti őket. És itt meg kell ragadjam az alkalmat arra, hogy nagyon-nagyon hálásan megköszönjem azoknak a felkészítőknek, a pedagógusoknak, szülőknek és az egyesületeknek, akik bíztatták a gyerekeket a rajzolásra, és be is küldték a rajzokat. Volt olyan gyermek, aki egész képregényt rajzolt egy meséről, volt, aki egy mesének a több mozzanatát rajzolta meg. A mesékben van humor, van szépség, van szomorúság és van öröm, és mindegyiken látszik a gyermekeknek a vizuális kifejezésének a hatalmas őszintesége. Úgyhogy gyönyörűek, érdemes megnézni a rajzokat. A Hölgyészi Székelykör Bokréta Néptánc csoportjának legifjabbjai Szekszárdon jártak, az Örökség dél-dunántúli gyermek és ifjúsági szólótánc versenyén, ahol az első versenyén résztvevő párost aranyminősítéssel díjazta a szakavatott zsűri. Példaértékű, hogy a szombati kora reggeli próbanapok alkalmával megtelik a színpad a lelkes fiatalokkal Hölgyészen. A Hölgyészi Székelykör Bokréta Néptánc csoportjának legkisebbjei lelkesen táncolnak szombat reggelenként próbáik alkalmával. Hölgyészi Székelykör az 25 éve, több mint 25 éve 98-ban alakult, idén ünnepeljük egyébként a 25 éves jubileumi megalakulásunknak az évfordulóját, és jelenleg 2 táncsoportunk van egy nagy együttes, ezt úgy hívjuk, hogy Bokréta, és van az utánpótlásunk, ők pedig a kis Bokrétások.
Összességében kb. 60 táncossal dolgozik a bokrétás műhely. Minden héten kettő próbánk van, egy a kisbokrétásoknak, egy a nagybokrétásoknak. Ez az egész szombat délelőtt erről szól. Néha-néha előfordul egész napos táncpróba is, mint például a múlt héten, amikor még egy disznót is levágott a Székelykör, és közben mi táncolgattunk, délelőtt is, meg délután is. Most azért intenzívebb egy kicsit, mert a húsvéti műsorra készülünk. Rengeteg felkérésünk van, nem is győzzük egyébként teljesíteni mindenkinek a kérését. Van egy felkészülési időszak, ez azt mondhatom, hogy a szüreti felvonulások végeztével, október végétől húsvétig, amikor tudunk foglalkozni az új táncanyagokkal, vagy a régieknek a felfrissítésével, de húsvét után szinte folyamatosan be vagyunk táblázva, heti, de két heti rendszerességgel biztos. Én egyáltalán nem panaszkodom, mert szerintem itt Hőgyész az ékes példája annak, hogy a fiatalok nagyon vevők és kaphatóak a néptáncra. A kisbokréta utánpótlás táncsoportunk szeptemberben több mint 33 főre feldúzzott, korábban ilyen 16-18 fővel dolgoztunk, és most hirtelen szeptemberben jöttek a fiatal pici gyerekek, úgyhogy nagy kihívás velük dolgozni. Nagy együttesünk is 26 fővel van, és az átlag életkor a nagyoknál olyan 21-22, a piciknél meg ez a 8-10 év, és azt gondolom, hogy minden próbát élveznek, minden fellépést élveznek, nagy a kedvük, és szerintem ez elmondható, hogy a néptáncra fogékonyak. Törekszünk arra, hogy pályázati forrásokat megragadjunk, és a pályázatoknak köszönhetően mindig tervezünk be ruhatár frissítést, illetve új ruhadaraboknak az elkészítését. Ez mindig attól függ, hogy milyen táncanyag kerül porondra a műhelybe. Alapesetben mi bukovinai székely táncsoport vagyunk, tehát bukovinai táncokat csinálunk, de a fiatalok azok szeretnének mindig mást is, hogyha elmennek egy táncszázba, akkor hozzá tudjanak szagolni akár egy magyar bődihez, vagy egy mezőségihez, vagy egy bármely erdélyi tánchoz, és hogyha mi ilyet tanítunk nekik, vagy ilyennel készülünk, akkor nyilván meg kell hozzávarni a ruhát is, és mindig előre gondolkodva úgy készül egy koreográfia, hogy az a ruhatárunk is bővülni fog, és a székelyházunk szerencsére tele van ruhával. Nem akarunk maximumra törekedni, úgyhogy egy koreográfia készül minden szezonban, a repertoáron több tucat van egyébként, amiből néha szoktunk elővenni, hogy azért ne felejtődjön el, illetve hogyha olyan helyre megyünk, ahol kell egy félórás, egyórás, másfél órás műsor csinálni, akkor egy koreográfiahoz nem elég, akkor a régiekhez is hozzá kell nyúlni, úgyhogy mindig foglalkozunk a régi anyaggal. A kis bokrétások próbái jó hangulatban zajlanak hétről hétre. A fiatalok lelkesek, az oktatói útmutatás mentén törekednek rá, hogy minél pontosabban sajátítsák el azokat a tánclépéseket, amelyek a székely hagyományokban fellelhetőek. De én nem arra törekszem, hogy a koreográfiával kezdjük el a tanulási folyamatot, hanem van egy most például egy felzárkóztató programot kellett csinálnunk, mert sok volt az új táncos, és hosszú hetek, hónapok teltek el azzal, hogy a lábukba raktuk a figurákat, a motivumokat, és amikor már mindenki magabiztos volt annyira, mennyi az ő korosztályának, tudásának elegendő, utána készült ebből. Koreográfiának hívjuk, de igazából mi műsorokat szerkesztünk, nem vagyunk mi koreográfusok, mi ezt szeretjük csinálni, úgyhogy igazából a műsor a lényeg, hogy be tudják mutatni azt, amit megtanultak itt a hosszú-hosszú próbák izzadása során. Mindig próbálunk a versenyre vinni jobb képességű táncosokat, ezzel is egy kicsit megmotiválni a többieket, illetve nekik lehetőséget teremteni a bemutatkozásra. És most Szekszárdon jártunk, az Örökség Egyesület, a Bartinak Közhasznú Egyesülettel karöltve és a Mórai Szövetség segítségével csinált egy gyerekeknek szóló táncversenyt a Babics Kulturális Központba. A megmérettetéseken való részvétel soha nem kötelező. Egy lehetőség arra, hogy a táncos visszajelzést kapjon fejlődéséről. Az együttes vezetője több szempontot vesz alapul, mikor nekiindulnak egy minősítő versenynek. Lássam rajta azt, hogy ő kedvből csinálja, amit csinál, hiszen itt improvizálni kell. Tehát itt nem egy betanult folyamatot kell előadni, ez meg azt kell, hogy valaki kedvből táncoljon, mert ha kedvből táncol, akkor tud improvizálni. És hát megnéztük, hogy képességbe, tehetségbe és a kedvbe ki az, aki erre alkalmas lehet, hogy képviselje a szerintem jó működő műhelyünket. A kisbokrétások közül Hochmann Lara és Kisgerner Máté élete első versenyén képviselte a tánccsoportot.
aranyminősítést kaptak. A felkészítés az nem az én érdemem elsősorban, hanem Kisné Kecskeméti Eszter volt az, aki foglalkozott többet a gyerköcökkel. Ő itt lakik Hőgyészen, én Kalocsán, és akkor ők próbáltak. Én igazából megadtam nekik az alapot a táncpróbákon, de magára a versenyre való felkészítést azt a Kisné Kecskeméti Eszter, illetve a kis együttesünk, a Kisbokrétának az együttes vezetője, Bíróné Csöglei Gabriella prezentálta. A nagyokat is szoktuk versenyeztetni, egyébként mindig vannak szólistáink, és az a többiekre is jó hatással van, ők is szeretnének, nem mindenki, de azért a többség szeretne elmenni, bemutatkozni, és ez meg hát minden egyes cím vagy érdem az az együttes hírnevét erősíti, öregbíti. Ez egy bukovinai székelytáncsoport, mert maga az egyesületünk, a Hőgyészi Székelykör, az egy bukovinai szerveződés és bukovinai tagokból álló székelykör, de a táncsoportunkban többen vannak, akik egyébként, akiknek nincsenek bukovinai gyökerei, de ha ide jön táncolni, akkor meg kell tanulni a bukovinai székelyek táncát, énekeit, kultúráját teljes mértékben, és akkor onnantól kezdve tiszteletbeli bukovinai székelyé válik. A legifjabbak, akik büszkén álltak ki, próbáljuk alkalmával a színpadra, hogy önfelett táncukon keresztül megmutassanak egy szeletet a székely kultúrából, Szekszárdon is ugyanígy tettek az Örökség dél-dunántúli gyermek és ifjúsági szólótáncversenyen. Hát én egy kicsit a próbán is már izgultam. Hát nem volt még ott a zsűri, de attól még izgultam egy kicsit. Mert ez az első versenyem a Babicsban. Nem volt annyira, de nagyon nehéz. Csak nagyon izgultam, hogy el fogom rontani. Sokszor fellépünk, mehetünk versenyre. Hogy nagyon jók a csapások, és még, hogy nagyon sokat lehet fejlődni abba, és még, hogy nagyon jó. Az elhivatottság nem csak a legifjabbak részéről mutatkozik meg, hiszen a kis bokrétásokon kívül a főként fiatal felnőttekből álló Bokréta Néptánc csoport próbái alkalmával is megtelik a színpad. Csillagok, csillagok, szépen a táncosok műsora a Hőgyészi Székelykör április 9-i húsvétoló rendezvényén lesz látható legközelebb. Hagyományok szerint a domovári Székelykör idén is a település legnagyobb ünnepéhez kapcsolódva hívta meg székely testvéreit határon innenről és túlról is. Madéfalva 7., míg a város testvér településéről, Gyergyószent Miklósról első alkalommal érkeztek a megmérettetésre, de Bátaszék is képviseltette magát idén is. A székelyek lakta faluból, Madéfalváról érkezett amatőr foci csapat összehangoltan játszik a 7. székely magyar labdarúgó tornán, címvédőként érkeztek Dombovárra. Jelenleg nem az igazi foci csapatunkkal jöttünk, hiszen 2014-ben, amikor a dombovári székelykörrel találkoztak útjaink, amikor Madéfalván a Szikulicidőm emlékévét szerveztük meg, akkor a Madéfalvi Hagyma Fesztiválra, a székely települések labdarúgó tornájára hívtuk meg, és akkor Dombovár képviselte ott magát, és egy évvel később, 15-ben itt megszervezték először ezt a labdarúgó tornát, és hát azóta mindig részt veszünk itt számunkra. Nem az a fontos, hogy képzett focisták alkossák a keretet, hanem az a baráti társaság, az a mag, aki a dombovári emberekkel onnan megismerkedett, és a kapcsolattartás folyamatos, ezt szeretnénk erősíteni, és ha őszintén nyilatkozom, akkor el kell mondjam azt, hogy nem a sportszakmai dolgok a legfontosabbak, hanem a barátság fenntartása. Úgy gondolom, hogy mind a hagyományőrző események, mind pedig a sport egy olyan összerázó esemény, amely jó alibi arra, hogy barátkozzunk, együtt bulizzunk és örvendjünk a találkozásnak. A dombovári székelykör fontosnak tartja a külhoni településeken élőkkel a kapcsolatápolást, erre hivatott a székely magyar futballtorna is. 2014-ben, amikor Kertvárosban a Madéfalvi emlékhelyet avattuk, akkor itt voltak a madéfalvi fiatalok, és itt volt a madéfalvi polgármester is, és akkor ugye a mi fiataljaink, ők nagyon összebarátkoztak, és akkor kitaláltuk, hogy mi lenne, ha
lenne egy focikupa, el is jöttek ők is, és onnantól kezdve ez úgy működik, hogy a mi fiataljaink, focistáink mennek a hagymafesztiválra, ők megjönnek tavasszal, és idén ez a 7. alkalom, hogy így összejött a csapat. Most a mai programnak az is még a különlegessége, hogy már nem csak Madéfalva jött Székelyföldről, hanem gyergyóiak is. Dombóvár testvér települése Gyergyószent Miklós, és idén ők is jöttek foci csapata, ami külön öröm számunkra. Van, aki nagyon készül rá, van, akinek egyre nehezebb. Nekünk azért kihívás, mert ebben a dombóvári foci csapatban ugye vannak olyanok, akik aktívan fociznak még, nehéz összehangolni. Viszont annál nagyobb öröm, mert ez végülis mindig összeáll a dolog, és annak örülök, hogy igaz, hogy idősödik a mi egyesületünk, de erre az alkalomra mindenki, aki él és mozog, eljön, segít. Büfé van, kávé van, sör van, minden földi jó, lesz egy kis vacsora is, és gyakorlatilag így fog zárulni ez a mai nap. Tulajdonképpen a cél a focikupa megrendezésével az egyik, hogy az anyaország és az erdélyi csapatotok, ugye, vagy az erdélyi emberek, a barátaink, hogy együtt tudjunk lenni, ez egy jó alkalom. A másik nem titkolt szándék, hogy ugye fiatalítani kell az egyesületben, ezért is indítottuk el az oldásoknál a hagyományőrzés, hagyományok újratanítását, de a focikupával is az volt a célunk, hogy fiatalítsunk, hogy minél több fiatal tudjunk megmozgatni, és annak külön öröm, hogy most itt is vannak fiatalok, akik fociznak. A csapatokat nem ijeszti el az sem, hogy hosszú órákat kell utazniuk ez idő alatt, azt is át tudják gondolni, milyen taktikával lépjenek a pályára. Madéfalváról jöttünk Erdélyből, 12-en jöttünk, és azért érezzük fontosnak ezt a tornát, mert ezelőtt kb. 9-10 évvel véletlenszerűen kötelezett egy barátság a dombóvári ismerősökkel, és rá egy évre már elkezdtük ezt a kapcsolattartást, úgyhogy a foci szintjén. Ők is jönnek Madéfalváról, mi is jönünk most már Dombóvárral. Ezek a meccsek szerencsére egyáltalán nem véremenőek. Én úgy gondolom, hogy baráti hangulatban zajlanak. Felkészülni? Volt időnk felkészülni, mert kb. 20 órát utaztunk, kisebb megszakításokkal. Ilyenkor inkább az a leghátráltatóbb, hogy tehát a pihenés hiány. És a száraz edzés. Hogyha értik, mire gondolok. Nekünk is egy baráti társaságunk van, mi is játszunk hetente, és úgy próbáltuk megválogatni ezt a csapatot, hogy csak azok az emberek jöjjünk el, akik nem csak a foci köt össze, hanem más is, tehát mi barátok vagyunk. Mi vagyunk a címvédők, természetesen azért jöttünk, hogy győzzünk. Az első meccs után most már valószínű nem nekünk áll az ászló, de hát megpróbálunk mindent eladni a pajtanyait. A térségben működő szervezetek is örömmel vesznek részt a kapcsolat ápolásra is alkalmas Székely Magyar Futballtornán. Kezdetektől itt vagyunk, Bátaszék színeit képviseljük, a Bátaszéki Székely Baráti Kör csapataként. Minden évben, tehát a kezdetektől fogva itt vagyunk. Hát örömmel tölt el bennünket, mert ugye a székelyföldi csapatok is azért általában egy vagy két csapat itt van, meg ugye a környékbeli székely lakta települések csapatai is eljönnek, és hát ez végig is egy ilyen baráti összejövetel, elbeszélgetünk minden évben. Most is egész héten készültem, hogy a sombereki barátok itt lesznek, hát az utolsó pillanatban ugye visszamondták, de hát a többieket is azért ismerjük, mert mondom már 7 éve, 7. alkalommal itt vagyunk. Ebből a szempontból jó, hogy itt vannak ugye a székelyföldi csapatok, mert ők azért ezt a hagyományos ízes beszédet ugye űzik, a mai napig így beszélnek. Itt azért a magyarországi székely leszármazottak és székelyek az ugye a magyar nyelvet teljes egészében átvették, és ezek a ugye szakszavak, amit ugye kint Székelyföldön használnak, azért az ember nagyon ritkán, tehát még az időseknél halljuk, de a fiataloknál abszolút most már kívfogyóban vannak ezek a szavak. A Gyergyószent Miklósiak 9 fővel képviseltették magukat a testvértelepülés tornáján. Vagyunk hárman a hivatalos delegáció része, akik úgy értve, mi csak drukkolunk a csapatnak. Gyergyószent Miklós itt van az alpolgármester, jó magam és a mellékgazdaság vezetője Orosz Lórán, és mi drukkolunk a gyergyói csapatnak, vagyis mindenkinek, mert egy nagyon jó hangulat.
Gyergyósze Miklós 2021. augusztusában írt alá a testvérvárosi település Dombovárral. A tavaly itt voltunk szintén a gálán is, de csak részvevője, szemlélője, meg minden, és az alpolgármester úrnak volt ez az ígérete, hogy az idén csapatot is hoz. Úgy értve hazuló hazajövünk, úgy értve, hogy mivel hogy a székely kör szervezésébe is, meg minden, és úgy érezzük mi is, hogy azért otthonról, úgy értve hazajövünk, székelyekül jövünk ide is a székely körhöz, hát akkor miért ne színesítsük, és miért ne ugyanazzal a lelkesedéssel, adrenalinnal és drukkal, sikerdrukkal, közös élménnyel, miért ne gazdagodjunk mi is, és gazdagodjuk az eseményt. A hangulat örökké nagyon jó, úgy értve a távolság, 7-800 km távolságról is úgy érezzük, hogy érdemes jönni, és bármilyen áron is fáradtság félretéve, úgy értve ilyenkor nincs fáradtság, úgy, ahogy mondják, felénk van egy jó mondás, hogy lakodalom, sokadalom, ilyenkor nincsen betegasszony, beteg ember, hát ugyanúgy érezzük ezt is, úgyhogy itt el kell jönni és együtt lenni, feltöltődni egy következő gála, egy évig van miből merítkezni és tudunk dolgozni. A barátságos mérkőzések nagy izgalmakat hoztak, végül sok év után először sikerült a dombovári csapatnak megnyernie a székely magyar futballtornát. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!